Remélem, hogy ki fogja majd bírni azt, amit szoktam ilyenkor csinálni. Ha nem, akkor pedig nagyon jó pofa lesz. Esetleg eltörik alatta, akkor nem kell aggódni, tehát nem kell mentőt hívni, most mondom előre. Tehát maximum a bambusztőr fog eltörni. Hát sok szeretettel köszöntöm a leglelkesebb csoportot. Mennyi alkalommal a múltkor már annyira kikönyörögtétek, hogy a füvekről, ugye a füvek, nagyon, és én engedek ennek a könyörgésnek, hogy a füvekről, pázsit füvekről legyen szó. Tehát az, hogy füvek, ezt most nem akarok ezt, ugye meglocsoljuk a füvet, lekaszáljuk a füvet, a kutya megeszi a füvet, elvetem a füvet, tehát ugye, és aztán még tudnám ezt folytatni, gyakorlatilag a füveket is néha úgy használjuk, mint mondjuk a termést, hogy de jó volt a rétnek a termése, és akkor a szénára gondolni. Tehát tulajdonképpen a füvek esetében is van egy ilyen általánosan használt fogalom. A füvekkel, hanem a pázsit füvekkel foglalkozunk, hogyha megnézzük, hát járok Budapesten, meg biciklizek Budapesten bubival, tele van már a város virágzó növényekkel ültetve, ez egy petúnia, van, aki inkább csak ezt nézi, de ti is, ugye, ti is egyre jobban, hát most jut eszembe, hogy ez volt a kérdés a múltkor, ugye? Tehát ez volt a kérdés, megfelelő fűszálat hoztam, látjátok? Tehát ez volt a kérdés, hogyha tovább megy, ez volt a kérdés, hogy ki a szem, ugye? Egyetértünk már abban, hogy nem az a hátsó, csak a hátteret kékre festő növény, hanem ami előtte van, az a csodálatos bimbóban lévő, a virágzás előtti, tehát a virágzás előtti pillanatok megragadó növény, ami nem más, színpompában a zöld, piros és a fehér különböző átállataikban, egy festük a pszeudomina, egy áljúcsengesznek a huga virágzata. Jó, hát csak azért van mellé téve, mert még otthon is képzeljétek el, családi környezetben valamelyik gyerekem azt mondta, amikor ugyanezt csináltam, hogy még egyszer átvettem ezt a képet a jobb oldalra is, hogy apa, miért kért gyöngyikét teszel be? Összeolvottam. Hogyha még családi körülmények között is nem veszük észre, hogy az igazi szép növény az mi lehet, de majd mindjárt megmutatom, mert aztán családilag kaptam egy pólót, hogy legyen nekem öröm. Ja, és akkor ilyenekkel találkozhatunk Budapesten, egyre többen. Tehát egyre többet találkozhatunk különböző pázsitfüvekkel. Gyönyörű, ugye gyönyörű? Hát ez hihetetlen. De valaki a keleti előtt megy, és akkor ezeket hatalmas nagy ezüstös töveket nézheti meg. Ezek fesztukák, nagyon jól érzik magukat, egyre szebb állománya van, tehát hogy a kertészek, Cortadegia Celloana, az a pompás pompafű, ami 3 méter magas, tehát díszfüvek tömege is egyre nagyobb mennyiségben fordul elő az országban, teljesen. De nem csak, ez a nyugati előtt egy ilyen kis beton parcellában, most már kitakarították, most már sima talaj van, itt minden van, árpa, búza, majdnem kukorica, ebből a távolságból nyugodtan ráfoghatok. Ez biztos, hogy búza, ez most 4-soros vagy 2-soros árpa, hirtelen nem tudjuk. És akkor itt mellette minden csodálatos gyomval találkozhatunk. Sok pázsitfűvel is. Tehát, hogyha megnézzük, fűszerű növényekből több van. Tehát a gyékén is lehet fűszerű. A junkuszok, a múlt héten megnéztük a junkáceai család. Az is ilyen fűszerű. És a ciperáceai család, az is ilyen fűszerű. Ez az egyik ilyen kedvenc fotó, mert mindig múltkor is megmutattam. Most is ugyanakkor. A szikes tófenék kiszáradt kék alga szőnyegét áttöri. Ez a
Scyrus, mi ez? Sziki káka át, Bulbos Scyrus maritimus áttöri, ez a pillanat, hogy felszakítja ezt az összefüggő, kiszáradt szőnyeget, és akkor megnézzük, hogy hű, ez most fű vagy fű, hát pázsit fű, ugye, vagy valami más, és akkor, hogyha mellettem még iratettem egy ilyen pázsit fűnek, úgy tudjuk eldönteni az első pillanatban, hogy a levelek hogyan rendeződnek a szálon. Ha két sorban egymással szemben, szépen, szabályosan, váltakozva, akkor egy pázsit fűről van szó. Nézd meg! Ó, hát nem csak, hogy fölnagyult. Igen, áh, mindegy. És, de itt, áh, igen. Tehát itt a következő, áh, ó, na, de sikerült, megmaradt. Tehát, hogy látod, két sorban rendeződnek, akkor egy pázsit fűről van szó. Ha pedig felülről ránézel, és a mi autónk, ugye a Mercedes, az is, nem csak az Audi, meg a Suzuki, meg a BMW. Tehát a Mercedes jel formát látjátok, ugye hármasan, tehát a száron három sorban rendeződnek a levelek, akkor pedig egy ciperáceai család, egy szittyófélék közé tartozó növényről van szó. Tehát így rögtön vegetatív állapotban is el tudjuk ezt különíteni. Úgy terveztem, hogy akkor először gyakorlatilag még képek segítségével is végigfutunk egy-két morfológiai, vegetatív morfológiai bélyeget, utána pedig a generatív morfológiai bélyegekre térünk rá, és azért, mivel pázsit füvek mindenkinek, ezért az összes alcsaládot is megnézzük együtt, jó? Tehát mennyi van? A meseszám a másik meseszám, hárommal sokszor találkozunk, és itt az a másik, ezért is annyira csodálatos ez a csoport. Melyik lesz ez a másik meseszám? 7. Jó, kicsit már variáltak, mert összevonták a 6-os petet, de nem egy család. Mindegy, de akkor is tulajdonképpen mondjuk, hogy 7 alcsaládban azon is átfutunk. Ha vegetatív morfológiai bélyeket akarunk megnézni, hogy visszaemlékeztek talán még erre a képletre, vagy erre ugyanilyen jó bejönnek, ugye a szemtermés, egy kukorica van ott a háttérben, egy szemtermésről, tehát elindulunk a kezdetektől, elvetjük azt a pázsitfű termést, nem fűmagot, pázsitfű termést, sőt, amikor elvetitek a fűmagot, legtöbbször ugye a virágtakarókkal együtt szórjátok ki, majd még erre visszafogunk ki. Tehát a termés, ami a termés fal, az összenő a maghéjjal, tehát ez a szemtermésnek a sajátossága. És akkor, ha visszaemlékeztek, a legelső előadás a szeptemberben. Amikor beszéltünk, lerajzoltam ide a búzaszemet, oda meg a borsószemet, és akkor megnéztük az embriót. Ugye az embriónak volt a Scutellum nevű sziklevele, csak ez a pici kis fekete képlet, pajzsocska, amivel kapcsolódik ez a raktározott anyagot, nem érdekes, és akkor utána pedig megnéztük, hogy az embriónak milyen részei vannak. Van a tengely, és van a két pólus, az egyik ugye a plumula, a gyököcs, a rügyecske, a másik a radikula, a gyököcske, és még képzeljétek, hát mind a két esetben, mint a pázsitfüveknél, mind a plumulát, mind a radikulát, egy plusz hártya véd, ezt koleoptil és koleorhízának hívjuk, nem nagyon értékes ez ugye nekünk. Amikor elvetitek karácsony előtt otthon az árpát, hogy legyen ilyen zöld kis mező a karácsonyfa alatt, akkor ugye először kicsirázik, és első egy-két levele megjelenik, mellette egy kis hártyás fehér képlet is van. Na most ez a kis hártyás fehér képlet, ez az a koleoptil nevű beszélgetés, ami hű, miért is tettem ezt be? Ja, azért! Igen, én, de nagyon fiatal, egy nagyon fiatal versenyzőt láthatunk a képen. Hú, milyen hosszú! És akkor azért, hogy szemtermés van, de képzeljétek el, lesz majd még áltermés is, és még tulajdonképpen még a termés körül, mint ahogy a hóvirág, reklámozom, ugye a hóvirág cipeli a magot, a hangya, egy ilyen kallantyúval, amit úgy hívunk, hogy mag hangya pogácsa, például, vagy hangya kenyér, tehát ez elaljó szóba,
amit megesztek, mert nagy a fehérje, meg a zsírtartalma, óriási az energiatartalma. Még a pázsitfüveknél is van ilyen, tehát nem csak, hogy van szemtermés, hanem még néha a szemtermés alatt találkozhatunk ilyen elajon szómával. Ezért kerülve látom most már ez a kép, és a egyvirágú gyöngyperi esetében például a szemtermés alatt van egy ilyen. Tehát, hogyha most megnézzük a csírázást, csak ha visszaemlékeztek, ezt lerajzoltam, csak még egyszer emlékeztek rá, ugyanúgy a pázsitfüveknél és az egyciklőeknél is a gyökérrendszer az, hogy nem főgyökér, hanem mellékgyökérrendszer volt. Miből állt ez? Visszaemlékeztek rá? Ugye volt a kérdés, és ilyenkor mindig örülök, mert nem, senki nem tudja a választ. Hogy most az első esetben, hogy a gyököcske az kifejlődik-e, és akkor igen, a gyököcskéből is kifejlődik egy fűgyökér, és az embriónak, a tengelyének a középső részéből, ami érintkezik a sziklevéllel, ugye onnét újabb, majdnem a gyökérrel egyidős, a fűgyökérből keletkezett gyökérállal egyidős gyökérállal keletkeznek járulékos gyökerek, emlékeztek rám, és akkor így jött össze a fűgyökér, és ebből a mezokotil, a középső tengely rész, az embriónak, ból keletkezett gyökérlábakkal a primér, az elsődleges gyökérképződés. De mikor kirántod, ugye kirántod a búzát, vagy egy lórium perennél kirohansz, mert nem bírod tovább, és kirántod itt az egyetem körül, akkor rengeteg gyökérláb van, az miből adódik, az meg abból adódik, hogy lesz még egy harmadik tényező, ami ezt a gyökér tömeget még felfokozza és megsokszorozza, mikor elindul a csírázás, mikor kiemelkedik a talaj fölé a növény, és akkor az első hajtásai megjelennek, az első hajtásainak a nóduszairól, és rengeteg gyökér még rögtön elindul, időben alig csúszik ez el az előzőhöz képest, és akkor ez így együtt, ez a másodlagos, a szekundér gyökérképződés is. Tehát a gyököcskéből, a mezokotil szárrészből, embrió szárrészből keletkezett járulékos gyökerek és a nóduszról, az első talajérintő nóduszról tömegesen megjelenő, másodlagosan szintén gyökérrákok adják együtt ezt a hatalmas mellé gyökérrendszert. Ezt azért szeretem, menjél vissza, ugye, hogy a rajz, nézzétek meg, ez teljesen független volt, három ágú berendezést rajzoltam, és utána, ó, egy ilyen a véna zabnak a csírázásánál pont egy ilyen helyzet alakult ki, hogy ott a gyököcskéből keletkezett. Ezt mutattam, csak ez így visszatértünk rá. Ha megnézzük, az az érdekes, hogy a pázsitfüvek szára, ugye tudjuk milyen, a pázsit üreges. Hát nem mindig, ez sem igaz. Tehát a pázsitfüvek szára rendszerint üreges. De? Tehát üreges, nem láttam át rajta. Nem láttam, bambuszoknál például, hogy ahol a nóduszok, a szárcsolók vannak, látjátok, hogy keresztválaszfalak is vannak. Tehát ez az üregesség is kérdéses néha. Sőt, van úgy, hogy tömött kukorica, cirok seprő, ott tömött, ugye? Cukor, cirok. De akkor nem ez a fő definíció. Mi volt a fő definíció a pázsitfüvek száránál? Az, hogy interkaláris növekedéssel jön létre. Tehát a nódusz alatt és a nódusz fölött maradvány merisztémák ugye folyamatosan differenciálódnak és folyamatosan eltolják egymástól ezeket a nóduszokat, és akkor így alakulnak ki nagyjából egyforma hosszú internódiumok. Tehát a fő definíció része, vagy a definíció fő része az, hogy ugye interkaláris növekedéssel. És itt is mindenféle módosulás lehet. Milyen módosulások lehetnek? Ugye lehet földfelszíni, meg földbeni szármódosulás. Ha a földben van, akkor hosszú szártagú, távol vannak egymástól a nóduszok, akkor azt mondjuk rá, hogy tarack, stóló. Ha pedig közel, akkor gyöktörzs. Ha közel vannak egymáshoz, akkor nekünk nagyon tömött pázsitfüvünk lesz. Sokszor ilyen zsombékokat fognak létrehozni. Ha pedig távol van, akkor ilyen laza gyepet alkot. Attól függ, hogy mit szeretnétek otthon. Na most, ha megnézzük, tehát nem csak a földben, hanem a föld felszínén is futhat a szár, ez a módosult szár. Ha a föld felszínén fut, akkor azt mondjuk, hogy ez is inda. Ugyanúgy, mint mondjuk a szabócánál,
És ugye megyünk tovább, igen, nagyon jó. Aha, itt van például a csillagpázsitas, lehet egyszerre földben lévő tarakja és a föld felszínén lévő indája. Igen, ez ilyen fiatal volt. Volt ő is ezért ilyen fiatal, most már kicsit öregebb, amikor ugye a csillagok háborújában játszott. Han Solo, ez a Stolóból lett, tehát hogyha nem tudtátok volna ezért, igen, tehát látom, hogy ér. Ilyen furcsán nézel rám, de megfejtettem. Tehát Han Solo, ami a Solónak a... így van. Tehát itt van a Dádnak a gyöktörzse, és azért itt van a Dád elfásultó, erőteljes. 2-3 cm vastag is lett, és ez azért tette be, hogy ezzel ugye nem szoktunk foglalkozni, hogy még tulajdonképpen módosult szár, földbeli szár lehet a hagyma vagy hajtás. Tehát még vannak olyan fajok, ahol hagymaszerűen megduzzadt a levél alap alsó részéből keletkezett raktározó vagy megduzzadt rész, mint például a koagulgóza humos berje esetében, ami tök ugyanaz, mint a medve hagymánál, amit beszéltünk a múltkor, hogy ugye nem egy külön a levél, hanem a levél alapból keletkezett levélhüvely alsó kiszélesedő része. És ha már itt vagyok, akkor még ezt is oda tettem, hogy még a virágzatokban sokszor a nóduszokon fiatal hajtások, vegetatív hajtások is megjelenhetnek. Például ugyanúgy a humós perjénél, és a pseudo-viviparizmus, tehát álviviparizmus lehet. Azért álviviparizmus, de nem a magból vagy a termésből, hanem egy vegetatív részből, tehát a megtermékenyített anyag nélkül jön létre ez az új hajtásképződés. És akkor, ha, igen, itt a nád is tud gyöktörzset kialakítani, meg most figyeljetek, igen, ilyen fiatal. Mutattam ezt már? Nem baj. Ha mutattam is, nem baj, tehát itt lehet, igen, milyen fiatal voltam, borzasztó. 20 évvel ezelőtt, tehát, és akkor itt lehet látni a lényeg, hogy milyen hosszan fut ez a nád, több méter hosszan, mint ugye inda, és akkor itt van a nódusz, a nódusról keletkezhetnek gyökerek, világos, mert a nóduszok környékén maradvány merisztém osztódószövet lehet, azt tud könnyen újra begerjedni, és akkor vagy valami kis friss hajtás, vagy gyökérrel keletkezhet. Általában a pázsitfüvet nem ágaznak el, kivéve mondjuk a bambuszokat, amelyeknél gyakori, de például, hogyha nádas, legeltetített magyar szürke szarvas marhában vagy bivajjal, akkor ugye a legelés során ott is keletkezhetnek ilyen elágazások. Az jó, az ott voltam még egyszer nódusról, és akkor még azt is megnézhetjük, hogy a praktikusan közelítjük meg ezeket a füveket, hogy még nagyjából azt is el tudjuk dönteni, melyik az egyéves meg az évelő. Az egyéves fajok esetében nézzétek meg, ugye ott az a helyzet, hogy rendszerint minden egyes hajtás vége virágzatba végződik, az évelőnél pedig számos olyan hajtás van, ami vegetatív állapotban marad, nem fog virágzatba végződni. Gondoljunk például ugye egy ilyen lólium perennetőnek. A levél az nagyon fontos a pázsitfüveknél, ugye az első alcsaládok kivéve csak két részből áll, levél lemez, meg levél hüvely, és hogyha megnézzük a levél hüvely és a levél lemez találkozása, amit ugye évelején mindig nagy előszeretettel lerajzolom, hogy ugye ez a párkapcsolatnak a növényvilágban megtörtént és megvalósult viszonyát mutatja, tehát hogy nem elég, hogy találkoznak egymással, hanem a találkozó mind a kettő a saját akaratát akarja, ugye emlékeztek? Érvényesíteni? Mindenki az igazi párkapcsolat, hogy testileg, lelkileg abszolút egyben vagyunk, de ilyen azért ritka, vagy nem mindig jön össze. Általában azért az szokott előfordulni, hogy hú, az én akaratom egy kicsit jobban érvényesüljön, ugye? Hát lehet, hogy újdonságot mondtam a csapatnak, hogy van ilyen valami. Néha. És akkor ugye a levélhüve is túlnő ezen a kapcsolaton, vagy a levél lemez, és akkor két morfológiai mélyekkel találkozhatunk. Emlékeztek rá, ez volt az egyik. Majd megyünk tovább, itt a levélhüve lehető nyitott, zárt, szőrös,
lapított, tehát ez bűnfaji bélyeg. Itt a Echinopla plusz galliasi, a kakas lábfűnél nagyon határozott lapított levélüveg van. A levéllemez is, nézzétek meg, általában azt hiszük, hogy csak ilyen hosszú szalagszemű, de lehet találni lángyás, ovális, tojásban levéllemezt, a barmian bázsitának szinte már egészen nagy, széles levele van, és a levéllemez attól függően, hogy milyenek az ökológiai viszonyok, ugye, vagy például gondoljunk a Poa Augusti fóliára, meglocsolod, kinyílik, kiszárad, összecsukódik, és akkor itt lehet látni, hogy lehet lapos a levéllemez, víj alapú, és a legszárazabb xerofil morfológia bélyegekkel rendelkező fajok esetében pedig egészen összegöngyölt. Lehetnek rajta szőrök, ezek a szőrök egészen finom papillák lehetnek, mint a rózsaszirmon, amikor megsimogatod, és ez a bársonyos érzés alakul ki. Ugyanezt némelyik bázsit fűnél szintén el lehet érni, hogy csak apró pici papillák vannak rajta, látjátok is kiemelkedések, ami az amúgy is kellemes láj, bársonyos tapintást még csak tovább fokozza, és aztán különböző makró, mikro szőrök, egysejtűek, többsejtűek, van úgy, hogy kora tavasszal nagyon szőrös az a növény, ilyennel mi is szoktunk néha találkozni, aztán letöredeznek ezek a szőrök, vagy heterofília van, ehhez nyilván egészen közel kell lenni. És akkor zárásként, hogy befejezzük ezt a vegetatív állapotot, megnézzük azt a két morfológiai bélyeget, csak így kutyafutába rajzolni, úgyis sokszor szoktam. Hát ugye az egyik a ligula, a nyelvecske, látjátok, ami különböző lehet, lehet hárkás, egészen szőrkorona hiányozhat, például a csillagbázsitán szőrkorona van, ezt még lehet, hogy megnézzük később. És a másik ugye az aurikula, ugye a fülecske, ami a levéllemeznek két ilyen sarló szemben meghosszabbodott, vagy meghosszabbított állapota, és ezt tudjuk, hogy például a növénymorfológia hungarikuma, hogy a gabona ABC, árpa, búza, rost, zab névsorban, ez egyre rövidül. Az árpánál keresztezi egymást, sőt a széle lehet szőrös, aztán utána a búzánál rövidebb, és mehetünk tovább. Ez csak egy olyan kép, amit elküldök nektek, ahol az a lényeg, nyugodtan haladjunk, nyomjuk neki, hogy össze van foglalva, hogy a vegetatív szál és a levél körül milyen morfológiai bélyegek vannak, és ezt pedig nektek is csak azért küldöm el, hogy utána lehet saját magatokat, és nem bírtok, mert nagyon készültök tesztelni, hogy az egyes morfológiai bélyegeknek, ha meg akarják ezt nézni. Igen, így van, köszönöm szépen. Tehát a következő állapot, nem bírtam tovább ezt a lázas lendületet, ugye? A következő állapot, ezt mondtam, hogy ez családi vállalkozásban gyerekeim készítették, és hogyha valakinek ez már feltűnt volna, hogy milyen érdekes és szinte egy indián fejet ábrázol, akkor ezt azért gondoltam, hogy egyrészt felveszem, mert olyan sokat nem szoktam azért hordani, mert akkor eljutunk majd az indián fejhez, hát ez egy nagyon izgalmas dolog lehet, és hogyha megnézzük, még zenét szoktam néha, esetleg gondoltam már arra, hogy valami lézersót kellene hozzátenni, most itt egy másik projektorunk is van, és ezzel tudok előre menni, nem? Nagyon jó. Ezzel sem tudok előre menni. Rajzoltuk. Ugye, rajzoltuk ősszel, emlékeztek rá, lehetesen, akik jártak óvodába, kirohantak, és rajzoltátok, hogy óvodában milyen virág. Ugye, te voltál az egyik, jaj de jó, hogy itt vagy. És akkor, ha megnézzük ugyanezt az állapotot, ha megnézzük, nem tudom, melyik kréta lesz jó, melyik színes kréta lesz jó. Ha megnézzük ugyanezt a tulipán állapotot, kellett volna hoznom tulipán, de valahogy nem tudom,
Pedig úgy készültem, igen, szuper, nagyon jó, fogott ez a kréta. Szereztem krétát, mi? Ugye mit rajzolok fel? Egy tulipán virág szerkezetét rajzolom fel, egy virágdiagram formájába. Ugye mit lehet itt erről pontosan látni? Ha megnézzük ezt a csakos tulipánt, ez nem sokat árul el nekünk, ezt a nővérem kertében készítettem, de ahelyett, hogy a helyzetet tisztáztam volna, nézzétek meg, talán még bonyolultabbá tette, tehát annyira cirmos, hogy annyira nem tudom, hát csak belemagyarázom, hogy 1, 2, 3, meg még 3 belső letelkör van, mert nem vagyok, meg vigyázzék meg, hogy összetörjem, akkor egy ilyen csodálatot, lilium, ezért gondoltam, hogy liliumot hozok. És hányosan egy ilyen egyszerűbb lilium virágzatot digitálisan szétszedtem. És ugye, mivel az írássegítők már lehetetlen, tehát csak az ilyen oktatási múzeumokból lehetne még előkeríteni, és nem tudtam előkeríteni, ezért se tulipás írássegítőt nem hoztam, pedig nagy erőszeretettel régen még szétszedtem az írássegítőtől, hogy szedjük szét a tulipán virágát, hoppá, ez az, hogy jó, nincs. Igen, tehát itt, ha megnézitek, az első, és írom mellé a virágképletet, 3 egyforma, hoppá, sőt a következő körben nézzétek meg, 6 darab egyforma, tehát nem 5 van, nem szíromlevél van, hanem egyforma, méretű, alakú, színű, virágtakaró, ami P betűben jelenti. Mi volt ez a P betű? Ez az. A perigónium, vagyis letel. Tehát látjuk, hogy 6 darab letel van, vegyek tovább, következő szint, belimed, 3 porzó, ugye, az első körben. Ha vegyek tovább, még 3, tehát ő kezdi. Hozzáteszem, akkor gyakorlatilag megvan a 3+3, és akkor az utolsó körben pedig a 3 termőlevélből kialakult, látjátok, Bachház található meg. Szuper! Össze van forva ez a 3 termőlevél, és felsállású Bachházból majd tudjuk jól, hogy egy ilyen csonokar termőtájból top termés lesz a végeredmény. Hogy tudok én ebből pázsitfű virágot varázsolni? Ugye? Nem kell sokat erőködnöm, következő a helyzet, az egyik, a külső letelkör egyik tagja kiesik, a másik 2 összehúzom, és az összehúzás után leredukálom, apró pici, itt a főtengely, apró pici, pikkelyszerű képletként. Ez lesz majd az én csodálatos pázsitfű bimbóm egyik virágtakarója. Ezen belül, ha megnézzük rendszerint, ugye, most előre vetítem, 3 porzó, és 1 termőlevélből kialakult felzsállású magházból, majd végül szemtermést lesz, tehát van benne egy 3 porzó, meg 1 termőlevélből kialakult magház. De hát ez még nem bimbó. Nem bimbó. Hát a bimbóra azt szoktuk mondani, hogy ez egy zárt valami, aztán kinyílik, és amikor kinyílik, akkor történik az a csodálatos virágzás. Ugye? Hát ehhez még valami kell. De már elhasználtam, gyakorlatilag látjátok, a 2 lepelkör, külső lepelkörét, idézőjelben tettem, hogy elhasználtam, Azzal, hogy most ehhez nekem, tehát zárt bimbót tegyek, hát akkor alulról, egyen lejjebbi szintről kell valakit feltolnom. Ez is lesz a megoldás. Felfogok, ugye? Felfogok ide tolni valakit, és akit ide feltolta, ez fogja a bimbómat bezárni. Igen, és akkor lesz az a csodálatos. Megvan, ennyire, ilyen rohadtul egyszerű. Ezzel a
képlettel, két apró pici képlettel gyakorlatilag a virág takarónkat megalkottam. Jó? Tehát lesz egy kisebb belső virágtakaró, ezt a belső virágtakarót olyan jól tudtátok, ugye? Ugye? Olyan jól tudtátok. Most remélem, hogy életre megjegyezzük. Ezt a belső virágtakarót úgy hívjuk, hogy pálea. Aha, mi volt ez a pálea? Persze, persze. Tehát ez volt ez a bizonyos rajz, amit mindig titkoltunk előttetek, és akkor jöttetek, ha hol van ez a rajz, akkor most megadom. Tehát ez volt a pálea belső toklász, ugye? És a feltolódott, az már nem virágtakaró, hanem egy fellevél eredetű képlet lesz, ez lesz az úgynevezett lemma, a külső toklász, tehát egy belső toklász, vagy egy külső toklász, ennyi a virágtakaró level, és akkor sokszor ezen a külső toklászon szokott lenni szálka, ezt tudjuk úgy, hogy ariszta. Ilyen végtelen egyszerű. És tök jó, azt mondja, hogy nem tévesztettem el valamit? Ugye, nem tévesztettem el valamit, hogyha ha megnézzük ezt a képletet, ugye, nézzétek meg itt is, ugyanez a helyzet, hogy megvan ez a virágtakaró, sőt, ki gondolta volna, hogy a belső lepelkör ebben az állapotban is kék színnel van jelölve, a külső sötétkékkel, itt van az, amikor az egyiket kiittattam, és a másik kettőt az gyakorlatilag összehúztam, és aztán, na, hol vagy? Tényleg is! És tessék, leredukáltam, berajzoltam a három borzót és a tent, hogy kialakult ez a room size rajz, és akkor még mindig az a kérdés, hogy akkor ez a kék színű valami, ez eltűnt-e teljes mértékben? Ha-ha, nem! És nem véletlenül kékkel rajzoltam. Ez a kék színű berendezés két apró pici képletként Lodikula névvel, vagyis lepel serteként megmarad. Mit jelent az, hogy lepel serte? Ez azt jelenti, hogy a belső lepelkörből redukálva a porzók és a termő tövében, a termő tövében kettő darab ék alakú képlet alakul ki, és ez a két ék alakú képlet akkor érje el a legnagyobb méretét, amikor a porzók és a termők megérednek, szét fogja feszíteni a külső és a belső toklászt, és amikor virágzik a pázsitfű, akkor aztán indulhat a szélszárnán a rengeteg pollen, mert ugye kilógnak a porzók, a tollas bíbe próbálja elkapni ezeket a polleneket, és akik ugye allergiások nem nagyon örülnek ennek, és tényleg nézzétek meg, ebből a két kis apró, vagy a két belső lepelkör radikált maradványaként két kis ét képlet alakul ki. Mi a marha nagy szerencsénk? Emlékeztek rá? Mi a marha nagy szerencsénk? Az a marha nagy szerencsénk, hogy soha, amikor megnézzük a pázsitfüveket, így messziről is látunk egy ilyen sok-sok apró pici bogyóból, vagy különböző elkülönült részből álló virágzatot, akkor azt hihetnénk, hogy haj, mennyi virág van rajta, és már tudjuk, emlékeztek, hát nem győzünk, már ősszel is sokat szórakoztunk vele, hogy mik ezek mind kivétel nélkül? Ezek mind kivétel nélkül virágzatok, ugye? Tehát kivétel nélkül mind virágzatok, ide felrajzolom nektek a virágzati tengelyt, azt az állapotot, amikor már belerajzolok nektek egy virágot. Ez azért jó ez a kép, látjátok, hogy a belső toklász, pálea, a külső toklász, a porzók, a két lodikula lepelserte, a külső, megvan a szálka, tehát azért, hogy együtt is megjelen az elé, amit az előbb rajzoltam. Itt a virágzati tenger, digitálisan haladunk tovább, ugye? Itt a virágzati tenger, az első alapot, belerajzoltam egy virágot, most kapaszkodj, hát azért visszintes, mert így jobban helyen kitöltés. A következő nézitetben kettő virágot rajzoltam, nem bírtam magamban, még egy harmadikat is belerajzoltam. Most ha ezt kiegészítem, nézzétek meg. Tehát ugyanez a helyzet, itt a külső és a belső toklászok vannak mind össze,
És azért jó, azért, hogy mindennek legyen még jobban, belerajzolom az első virágba a három fordulót és a tollas bibével rendelkező bakházat. Így van tényleg, wow, de jó sikerült, ugye? És mi a lényeg? A lényeg az, hogy az angol Berlinnek a összetett virágzat, középső és alsó virágzatai, kivéve a csúcsi virágzatai, mind kettő darab fellevéllel még övezve vannak. Ez a két darab fellevél, ugye? Ez a két darab fellevél, ez a bluma, mi volt az? Persze az alsó és a felső sokszor különbözik egymástól, sokszor egyforma. Az alsó és a felső, mi volt ez? Pejva levél, ez az. Tehát és az a két pejva levél, ez a két pejva levél közrezárja nekünk ezt a most pillanatilag három virágból álló virágzatot, látjátok? És ezt a berendezést így, ebben a formában, amikor a két pejva levélvel körbe van véve, és megvan a mi virágzati egységünk, úgy hívjuk, ugye? Mert hogy hívjuk? Ezek a virágok hogyan kapcsolódnak a fő tengelyhez? A virágzatnak a tengelyéhez, amit úgy hívunk, hogy Rahila, hát a virágzatnak a tengelyecskéje, nem tudom. Tehát ezt az egészet együtt úgy hívjuk körvakarítem, hogy füzérke vagy kalászka, spike lett, hogyha találkoztok ezzel a kifejezéssel angolul vagy latinul. Tehát ezek a füzérkék vagy kalászkák. Hát ez szuper. Azért füzérke vagy kalászka, mert ugye minden virág füzéresen, kocsán nélkül kapcsolódik a főtengelyhez. Ha megnézzük is ugyanezen, figyelj! Megvan a három virágú füzérkénk, most már tudjuk, a két darab hatalmas, vagy hát ugye látványosan pejva levéllel, és most ilyen! Wow, és tényleg, ugye? Valóban így néz ki a valóság is. Ez pedig egy zavnak, a hélatlanak, de tök mindegy. Egy, kettő, három virágú, tényleg! Három virágú füzérkéje, és egy ott a függőleg mindegy, viszites. A két hatalmas nagy pejva levél, hát ez hát tényleg így van. És akkor hogyan szerveződik ez tovább? Ó, még egy ilyen utolsó, hogy itt minden morfológiai bélyeg is rajta legyen a PPT-n is, látjátok a pejvák, a toplászok, külső, belső, minden lényeges. És hogyan szerveződik tovább? Hát borzasztó egyszerű, ugye? Hát ezek a füzérkék vagy szépen füzéresen szerveződnek tovább, semmi, sok újat nem árulok el, és akkor a füzéres füzér lesz a kalász, és ebben az esetben nagyon jó ez a kép, nem azért, mert én csináltam, de azért. Tehát egymással szemben szépen váltakozva, mint hogy a levelekkel rendeződtek, úgy rendeződik el. Mert sokszor találkozunk egy ilyen tömött, hengeres valami csodával, és akkor azt hihetnénk, hogy az is kalász, hát nem. Sokszor az nem kalász lesz. Tehát ez így lesz a kalász, a másik esetben ugye látjátok, hogy ezek a füzérkék kalászkák néllel kapcsolódnak tovább egy fürt, vagy egy összetett fürtbe, és akkor ő lesz a buba. Tehát ez nagyon egyszerű. Tehát ez a két alap gyakori virágzatról van szó, az egyik a füzér, és füzér a kalász, a másik pedig a buba. 2022-es ez a publikáció. Itt jelent meg a Journal of Systematic and Evolution című folyóiratban a bázisfüvek teljes rendszertani filogenetikai törzsfája, kör alakú formában jelennek meg, most gombáknál nagyon sok ilyen van, a Pap Viktor mutatott nektek hasonlót. Ezek az alcsaládok szerint különböző színnel vannak jelölve, és hát ugye meséltem, hogy 7 darab alcsalád volt, de most a 6-os, 7-est összevonták, és így tulajdonképpen 6-7 maradt, tehát azért nehezen akarok elszakadni a meseszámtól. És mindjárt megnézzük ezt a 7 darab alcsaládot. Itt az is érdekes, hogy a különböző alcsaládok
fajokhoz tartozó fajok, ez a zöld például, ez a zöld, és ez a sok-sok pirossal, a piros az azt jelenti, hogy az eurázsiai régióban. Tehát úgy tűnik, hogy a mi területünkön, ebben az eurázsiai régióban ez a piros területhez tartozó, így zölden megjelent ezek az egyes nemzetségek, azért van ám rendesen nemzetség is, meg faj is, tehát ezzel azért, ha végig kéne vennünk, akkor azért elég sokat kéne is tűnni. Tehát ez is ezt úgy hívják, hogy Po idejé, tehát ráadásul képzeljétek el, hogy a pázsiszüleken belül, a poácei családon belül, a Po idejé alcsalád, és a meseszám azért megvan, mert ez a harmadik alcsalád fajai, például itt az eurázsiai régióban lesznek gyakorlatilag. Ha most megnézzük, és akkor most haladhatunk tovább. Hangos vagyok? Gyere! Órám lesz mindjárt. Ajaj, szegény. Tehát, hogyha megyünk tovább, és az első alcsaládot megnézzük, ez ugye az E. Hú, de megijedtem. Nem, magától. Tehát itt azért az előtér, hát nem csodálva. Tehát azt mondja, hogy hol tartunk, megy. Állj! Tetszik a Yoda? Igen, lehet, hogy nincs itt a Yoda, és az lehet. Várjál. Tényleg nincs itt. Pedig a hátizsákomban szokott lenni, de kitettem. Igazad van, nincs itt a Yoda. Bízok benne. Tudtam, hogy ezt. Hogy néznék ki, hogy... Azért? Ha-ha! Na, mit szóltam? Tehát többet azért nem merek ezzel játszadozni, mindjárt mielőtt össze... Nem azt, hogy összetedni, kicsúszhat. Elengedtem a kezem, hát a... igen. Itt. Tehát a bambuszoideé, ugye? A bambuszoideé alcsalád képviselőjét néztük meg, kicsit meggörbült, de nem van. Hol tartottuk? Igen. Ment a tábla. Hú, voltak itt problémák. Az első, ugye a bambuszoidei, de én nagy család, tehát a bambuszok. Ázsiában, trópusokon, mind a két régióban gyakran találkozhatunk vele. Az az érdekesség, két kis film is készült a Neményi Antal erőltette, hála Istennek a kollégánk, és akkor itt foglalkozunk a bambuszokkal, illetve a tananyagba is bekerült már, hogy haladjunk a korral. Ugye a botnád az, ami sokfelé, ez a kínai botnád, vagy a aranybotnád, stb. Tehát ez az, ami nagyon egyre gyakoribb, és a kertészek is szívesen ültetik. Tudjuk, hogy nem egy ilyen szomszéd barát, mert hogyha egyszer átmegy a szomszédba, hát nagyon nehéz visszacsábítani. A gyöktörzse miatt, ugye? A lényeg, mi a bambuszoidejénél? Nézzétek meg itt a világszerkezetet, hogy a tulipára emlékeztető 6 darab lepel is előfordulhat, 6 porzó, és különböző termések is lehetnek az egész alcsaládon belül. Ez azt jelenti, hogy lehetnek még bogyó termések is. Van olyan trópusi faj, aminek alma szerint bogyó termése van és fogyasztják. Tehát, de olyanok is vannak, és itt a kínai botnád esetében is már teljesen ez a külső-belső toklász, a felépítés és szemtermés lesz a vége. A levél esetében egyetlen olyan alcsalád, ahol a levél még 3 részből áll. Tehát levél alap, levélnyél, levél lemez, ugyanakkor már a nyelvecske, fülecske, főleg a nyelvecskével találkozhatunk, aranyos kis szürkorona formájában. Sőt, még egy ilyen plusz képlet is van, tehát volt olyan barátom, aki mondta, hogy hát a bambusz bútort gyártottam otthon, fotelt, és hogy biztos legyen, hogy ne szakadjon senki alatt, ilyen 10 centis átmérőjű bambuszokat. Mit? Az Kelet-Ázsiában ekkorával már felállványoztak egy
egy épületet kívülről, és azt is megtartja, de meg trópusokon sokszor a bambuszokat támasztják alá, amikor a beton födémet csinálják, tehát azért bír rendesen, amit előbb láttátok, azért van tűrő képessége, ez az elfásodó szára van, és a levél, ahol a levél alap található, indul a levél hüvely, sokszor a szárat még egy ilyen kis hártyás képlet körbeveheti, és akkor mondta a barátom, hogy mikor vitték haza ezt az 5-10 cm átmérőjű elefánt is beleülhet, tehát olyan fotelt sikerült otthon gyártani ebből, tehát azt is kibírna. Utána hetekig vakarózott, igen, mert ez a bőrirritált nyár volt, és akkor csupasz vállal vitték. Tehát, hogyha viszitek, akkor erre érdemes vigyázni. Tehát ő volt a bambuszon idei ajtaján, a rizsa, orizoidei agycsalád, ha megnézzük a rizsát, két apró pici bejvája van, tudjuk, hogy ez a gluba, nagyon örülött nekem, igen, a két toklász, és érdekes módon, mi lesz a helyzet? Az lesz a helyzet, hogy olyan szituációk is vannak, amikor a füzérke egyvirágú, és a rizsa is ilyen. Tehát a rizsa is egyvirágú, de még 6 porzója van. Itt, hogyha tovább megyek, az a csúnya kék színű, az lesz a két pejvalevél, kis apró pici pejvalevél. Ha a rizs morfológiájával valaki foglalkozik, akkor még sokszor azt is elő szokták emlegetni, hogy 4 darab pejvalevele van, mert a két pejvalevél alatt még 2 kisebb duzzanat, amit néha pejvalevélnek hívnak. Előfordul, látjátok, amit rajzoltam, hogy 6 darab porzója van benne. Itt, hát több ezer rizs fajta van. Tehát alapvetően két alfajhoz tartozik, az indikához és a japonikához, az egyik hosszúkás, a másik kicsit tojásdadab, lencse alakú. Az egyik könnyen pereg, a másik pedig összeragad egymással. Abból lehet, ugye azért lehet pálcikával is enni, hát persze. Meg a risottót. Itt akkor megnéz, egy keleti földművelő, látható itt a listában, az arca nem vehető ki jól, de sejtjük, hogy ki lehetett az, aki bele docsogott itt a rizsföldbe. Ha megnézzük, ugye így látszik, akkor visszamegyek, azt hittem, ja igen, akkor maradjunk itt, hogy a rizsnek az egyes füzérkéi aztán egy buga virágzatba szerveződnek tovább. Egy virágú, és utána a rizst azt szoktuk mondani, hogy hát hántolni kell, hogy ez mitől, mi lesz. Először leveszik a pejva leveleket, leszedik róla, akkor kapjuk a barna rizst, és hogyha leszedjük és lecsiszoljuk a külső-belső toklászt, mert többé-kevésbé ráadom a szemtermésre, tehát egy áltermés lesz, akkor a fehér is. Tehát, rengeteg fajtája van, a vörös, fehér, mindegy. Na és akkor eljutottunk a harmadik alcsaládhoz, ez ami számunkra, ugye a harmadik alcsalád a Poidei a perjéknek az alcsaládja. Ezt most jegyzem meg, hogy 5 ér. Mert gyakorlatilag, mi hol van 5 ér? A külső toklász 5 erű. Mert lesz vele nagyon hasonló alcsalád, ahol a külső toklász 3 erő lesz. Hát most ezt vagy szoktátok számolgatni, vagy nem. Rengeteg, mint ahogy az előbb mutattam abban az evolúciós törzsfába, ugye, hogy a nagyon sok faj tartozik ide az eurázsiai régióban. Hát gyakorlatilag itt végbehetünk, itt látunk egy csodálatos Bromus erectusnak a füzérkéjét, most már tudjuk, lehet kalászvirágzat, lehet bugavirágzat, tehát alapvetően ezt a két virágzati típust soroljon fel ez a csapat. Itt még egyszer mutatom a búzát, meg a zabot, és akkor a búza, hát ez még bekerült, vagy meghagytam, de gyakorlatilag sokat szórakoztunk, ugye, hogy itt most már értjük, hogy a füzérkében itt ugye a rozsnál csak 2 virág van, a szárka hol helyezkedik el,
De nem is őt, hanem azért tettem be, hogy akkor nézzük meg még egyszer az Árpád is. Ugye, ahol az, mi volt a lényeg, még, hogyha megnézzük a keresztmetszeti képben, egymás alatt fölött lévő a kalász főtengelye, a kalász orsó, és ezen a kalász orsón vannak kiemelkedések, pihenők, ezek voltak a patkák, onnék erednek a füzérkék. És két patkát, ha összecsuktatunk, egy Hordeum Bulgare őszi árpánál, vagy közönséges árpánál, akkor azt látjuk, hogy a keresztmetszeti kép az egy ilyen téglalap lesz a négyzet, mert mindegyik virág megtermékenyül. Hol vannak ezek a virágok? A füzérkében. Nagyon érdekes, hogy mindegyik csak egy virágú, de itt van a 1-2-3-4-5-6-6 darab egy levél, emlékeztek, hát is szépen elkülönítette ezeket. Tehát, hogy egy patkán három füzérke volt, minden füzérke egy virágú volt, és a közönséges árpánál minden virág megtermékenyül, és akkor még tovább megyek, ugye? Gyakorlatilag nem tudjuk a külső és a belső toklászt úgy elkülöníteni az árpáról, hanem az árpának a szemtermésén sokszor egy ilyen hosszú, örülteljes, durva szálka van, ariszta, mert hogy ugye rálő a szemtermésre a külső és a belső toklász. És akkor itt is hatalmas, hogy a nyelvet ott van valójában, és hogy a kétsoros árpánál itt van, itt van a megoldás. A kétsoros árpánál, amit ugye lespóroltam itt nektek, igen, tehát lespóroltam a kétsoros árpát, mi a helyzet? A tavaszi árpa vagy sörárpa, ott mi lesz? Ott csak a középső, a három egyirányú füzérkéből csak a középső termékenyül meg, a két oldalsó meddő marad, és ezáltal egy lapított kalász irányzat lesz. És hogy mi ihlette a pólómat, hát ez az indián, megtaláltam, 30 évvel ezelőtt, vagy 35, készítettük ezt a rajzot, ketten, én a körvonalakat, tehát ezeket a tollakat, Varga Edit kolléganő pedig nagyon jó rajzolt a hajtásos növények ismeretétől kezdve azóta is nagyon sok rajz készült, ő pedig az akkori főnökünket, professzor Kovács Margit arcképé beletette ebbe az Indiába. Tehát ez egy botanikailag is csemege, ha így nézzük, hogy Kovács Margit arcképe ilyen formában jelenik meg. A lényeg, egy diák, mikor itt rajzolgattam a táblára, és felrajzoltam a hat darab tejvalevelet, és utána pedig belerajzoltam a virágzatokat, azt mondta, úgy néz ki, mint egy indián. És azóta is lelkiismert fudalásom van, mert a vizsgán csak 4-est adtam neki, pedig mondta, hogy ő neki ötlete volt az indián, és hogy hát adhattam volna 5-öst is. De mindegy, most már mindegy, ez rég volt, majd talán egyszer a bűnbocsánatot megkapom ezzel kapcsolatban. Tehát mi a lényeg? Látjátok, a színes tollak azok a fejvelevelek, az indián fejvízzel, és a sárga, az is színes, tehát nem sárga színes, hanem a mindenféle színes a fejvelevél, a három sárga, az pedig nem más, mint a egy virág a füzérképen, ami egy hosszú szálkában folytatódik. Tehát ez előkerült, és örülök, hogy az abban azért volt érdekes, mert ezzel néztük meg a három világú füzérkét. Így sok növényel foglalkozunk még ebben a csoportban. A következő alcsalád, ez az Arundinoideé, ez a negyedik lesz, az Arundinoideé, az olasznál Arundinoideé, az olasznál ez a legmagasabb európai faj, 5-6 méter is lehet. Volt olyan idő, amikor ezzel jöttem be, de ilyen több darabba fűrésszel átmásztam a nyugati kerítésén, nyugati pályaudvar kerítésén, és ott van egy hatalmas tegyen olasznál csoport, és fűrésszel kifűrészeltem, földaraboltam, és összetologattam itt, és akkor 5 méter magas lett. Még nem egyszer így átmásztam, kicsit, tehát nem ebbe az elegáns zakóba, és két biztonsági őr elkapott, és
megkérdezték, hogy mit szeretnék. És akkor mondtam, hogy az Arundú Donatszot szeretném az előadásra behozni. Na most ezt a megdöbbenést, ha láttátok volna, hát egyrészt az Arundú Donatsz kész, tehát látták, hogy valami baj van nálam. Kezemben egy hatalmas fűrész, ugye, és előadás. Tehát ezt így nem sikerült összerakni, de hosszas vita után békével váltunk el, de nem fűrészelhettem ki az olasztánat. Tehát ez a leghosszabb, ez is fásodó, különben fásodó szára lennek, ez itt egy mókus lehet, tehát egy természetvédelmi őr, látjátok, tengerpartokon fordul elő Európában természetesen, de egyre többet ültetik a kertészek, meg mindenki másik hazánkban is. A buga virágzatai meg lehet nézni, hogy teljesen a... Kicsit ez már gyanús, de a NÁV, a mi NÁV-unk, a mi Fragmites kommunizmunk is ide tartozik. Annak is ugye a szára fásodik. A buga virágzatban pedig az az érdekesség, ugye, hogyha most fiatal állapotban megnézzük virágzás előtt a NÁV-at, meg virágzás után, akkor jelentős különbség lesz. Itt is az van, hogy az olasz nádnál a pejba levelek azok hosszú, színes, piros, bordói, csodálatos nézéteknek, és magukba zárják az egyes virágokat, ami a füzérképen belül található. 4-6 virág, az alsók azok csak porzósak, és a felsők lesznek termősek, ugyanez a helyzet, ami nálunknál is. És amikor kinyílik, ugye kinyílik, akkor ilyen szőr tömeg jelenik meg. Ez miért van? Mert a rakhilla, tehát a füzérke tengelyén lévő hosszú szőrök szabadra kerülnek, föllélegeznek, és díszítő elemként egész télen fogják a olasz nádat, és itt van a mi nádunk, egy ilyen balatoni partvidéken. Itt van virágzás előtt, a mi nádunk is ilyen, a két pejba levél hordó hosszúkás formában elrejti előlünk a virágzatot, és itt van virágzás előtt, és itt van virágzás után, és most nézzetek, itt találtam ilyet, itt van a virágzás pillanatában, amikor már a két pejvelevén kezd kinyílni, és akkor kinyílt, tényleg, ezek a sötét bordók, ezek a pejvelevelek, itt vannak ezek az alsó virágok csak borzósak, a csúcson lévők azok lesznek a termősek, és nagyon sok itt, ez még jobb, egyre jobb, ugye? Tehát itt egy-egy füzérkét lehet látni, alsó is a felső pejva, és itt vannak a virágok és a füzérkén, tehát a tengelyéről szabadra került szőrszálak tömege fogja egész télen díszíteni, ugye díszíteni a tavaink partját. A következő, ez az Eragrosztó idei alcsalád, ez az ötödik. Ez azért volt érdekes, mert Eragrosztó idején emlékeztek rá, ősszel gyakorlatilag az egyik faj volt, amivel kezdtük. Az egyik volt ugye, a pirókujjas kuhar, a másik pedig a kis tőtippan, tehát a kis tőtippen is ide tartozik. Ott is a virágzat, ott van alul. A virágzat az gyakorlatilag egy buga, de három erű lesz. Tehát azért mondom, hogy az ötenet azért emlékeztem. A külső toklás csak három erű lesz. És ide tartozott még a mi csillagpázsitunk is. Itt van jobb oldalt, nézzétek meg. A csillagpázsitunk, ahol ugye a füzérkék egy erdővirágzatba szerveződnek tovább. Egy virágúak itt is a füzérkék, tehát füzéres erdővirágzat lesz. Szőrkoronája van, csodálatos szőrkoronája van a nyelvecske helyén. Az aszályfű, az pedig egyre jobban terjed az utóbbi időben városainkba. Budapesten jelent meg először, de már máshol is megtalálható. Ez egy trópusi faj, ami szintén ez a csoporthoz tartozik. Látjátok a jobb felső képen, hogy ugyanúgy ezek a füzérkék, amelyek nagyon csodálatos, szép, lapos lapítottak. Ezek nem egy virágúak, hanem 4-5 virággal, és ugyanúgy egy füzéres erdővirágzatba szerint. Ez pedig az egyik kedvencem. Ez még nincs itt nálunk. Egy-két volt diákon talált már kertészetben, hogy megjelent. Igazából magyar neve még nincsen. Datilotinium egyiptikum, egy csodálatos
jobb faj, de nagyon szép. Hát nem azt mondom, hogy bízunk benne, hogy előfordul, de itt a klímaváltozás során lehet, hogy előbb-utóbb fogunk vele is találkozni. És akkor gyakorlatilag az utolsó alcsalád, ami régen kettő volt, ami nem volt más, mint a panikor idején, és akkor most így egymás mellé írom ezt a kettőt. Tehát az utolsó alcsaládunk, ugye ez a 6-7 jó, tehát legyen így. Panikor idejé, ami nem más, ugye, mint a köles, és akkor ezen belül két csoport van, két tribus, az egyik a panikor idejé, tribus, a másik a andropogonoidejé, jó? Tehát a fenyérfüvek voltak, amit hozzá most itt egy társaságba került. Az egyik, de ugyanúgy a két tribuszt azért nem baj, ha külön emlegetjük. Ha valakinek van ott van papagája, akkor ugye ad neki egy marék kölest, és akkor a papagáj ráharap, nyelvével kiszedi belőle az anyagot, és visszaköpi nektek, az egy marék kölesből két marék lesz, ugye? Gondolkoztatok-e már ezen? Hát azt mondja, ez csak úgy lehet, hogy valami áttermés lesz, ugye? Nem más, mint a virágtakaró, a külső és a belső toklász egy burokként, de nem a szemtermésre nőve, elkülönülve tőle egy burok, hántolt kölest, olyat is lehet kapni boldog. Tehát elkülönülve található, tehát úgy tűnik, hogy akkor belül van egy szemtermés, és azon kívül rá nem nőve egy fényes, zárt burok, ez pedig a külső és a belső toklász által létrehozott berendezés. Ez lesz a jellemző a kölesekre, de ezt nem szoktuk látni, ugye? Nézd, ez az a nagy bőveg, amit oda lehet adni a papagájnak, nem szoktuk látni, mert hogyha megnézzük a kölesnek a virágzatát, akkor ilyen csíkos, virágtakaró levelekkel fedett berendezéssel találkozunk. Nagy erő szeretettel, hát egy mindig megígérem magamnak, hogy egyszer majd ezt átrajzolom, gyönyörű, de ettől függetlenül. Tehát nézzük meg, hogy mi a helyzet. Lehet, hogy nem nagyon érthető, amit ide most itt felrajzoltam, ezért, hova ehhez följel? Ezért, ha lerajzolom a füzérkét, a következő a helyzet. A füzérkének ez lesz az egyes számú az alsó pejvája. Alsó pejva kettes, a felső pejva. Mi lesz a hármas? A hármas, ez az első virág külső toklásza. Az első virág sosem fog termést produkálni, meddő marad, vagy megvan a külső és a belső toklász és borzós, vagy csak külső és belső toklászra, vagy pedig csak a külső toklászra találkozunk. És az a helyzet, hogy a második virágot a hármas és a kettes, tehát gyakorlatilag a felső pejva és az első virág külső toklászán elfedi, eltakarja a szemünk elől, ezt nem látjuk igazából, csak akkor esetleg ezt lehajlítjuk, majd lehet, hogy látunk egy olyan képet. És a második virág lesz a terméke, a hímnős virág, amiből a szemtermés kialakul, és a külső és a belső toklász a szemtermés körül egy burkothoz létre, tehát ez az érdekes átállás alakul ki. Hogyha most így megnézzük ezt a X-Trax-nak tűnő rajzot, akkor látjuk, hogy ez az egyes az alsó pejva, kettes a felső pejva, az első virág külső toklásza a hármas, és akkor a római kettes a második virág, amiben termés fog produkálni. Próbáltam olyat csinálni, hogy ezek egy ilyen füzérkének ezeket a képleteit különböző, de jó, össze van itt gubancolva, de nézhetünk egyszerűbbet is. Ez egy néhány olyan füzérke, ahol megvan mindegyik virágtakaró, meg a pejvalevelek is. Látjátok, ezt választottam ki, és akkor ezt, ha kinagyítjuk külön, akkor az egyes az alsó pejva,
a kettes a felső perva, a hármas pedig az első virág külső doglásza, ez a hármas kettes tünteti el szemünk elől a második virágnak a termős, de itt ez a kráter, lehajtottam, tehát lehajtottam az első virág külső toklászát, itt a belső toklásznak egy redukált maradványa van, és aha, akkor lehet meglátni a második virágnak ezt az átermését, amit ugye a papagánynak adunk, és most már érthető, hogy ezt a héjat, idézőjelben héjat, külső és a belső toklász fényes, sima, kemény belenézés, ugye át leharapja, vagy át és visszaköpi nekünk. Jó, és akkor itt van a kakas lábfű is például, ugyanebben a csapatba tartozik. Itt is ugyanez a termés. Azért tettem be, mert a kakas lábfűnek találtam egy olyan füzérke rajzot, vagy diát, ahol különböző színnel lehet látni az egyes berendezéseket. És ide tartozik a Szentália fajok is, ami hát úgy néz ki, mint egy rosszul használt fogkefe, de tudjuk, hogy ez a szőrtömeg, ugye ez nem a külső toklász szárkája, hanem az egyes füzérkék alatt indul el a buga, redukált bugának az oldalágának a maradványa, egy gallér serteként emlegetjük őket, ezeknek a száma, színe, mennyisége, rajta lévő tüskés berendezés, a ragadós muharra, ha gondolunk, ugye visszafelé álló tüskék következtében is, és akkor itt van az utolsó, az antropogonoideé, hát itt sem volt még hosszú haja. Az antropogonoideé esetében a helyzet a következő, három elkülönült, látjátok, három jól elkülönült helyzet alakul ki. Hogy néz ez a három elkülönült? Így, ugye? Megvan a három elkülönült helyzet. Az első verzió, betalált. Az első verzió az, amikor a bugának a nóduszain, ahol a füzérték indulnak, van egy ülő termékeny füzérke és két nyeles füzérke, ami sokszor csak porzós. A második verzió, vagy második típus mi lesz? Amikor az egyik füzérke ül, az ugyanaz a helyzet, és az egyik, nézzétek meg, az egyik füzérke már eltűnik, csak az ele van meg, és a harmadik helyzet, amikor lehet olyan szituáció, hogy a középső füzérke ül, és gyakorlatilag két nyél van, eltűnik a füzérke, eltűnik a virág, eltűnik a virágzat. Tehát, hogyha a múlt alkalommal ott fejeztük be, hogy a sások lennének az egyik legfejlettebb csoport, hogy ott már nincsen virágtakaró, ha ezt lehet fokozni, akkor a pázsifűek megtették, mert itt tulajdonképpen nem csak a virág, hanem az egész virágzat, a füzérke is ebben az esetben elképzelhető. Ide tartozik ugye a kukorica, ha még emlékeztek is erre még egyszer, a cukornád is, amiről készül majd egy kis film, mert nem írom ki, a cukornád is ugyanebben a csoportban tartozik. Itt van a kukoricának a forzós és a termős csoportja, amit számtalanszor próbáltam már elmondani, így most már érthető, tehát van egy ülő, mondjuk itt egy ibarok a virágok, jó? Tehát van egy ülőfüzérke, egy nyéllel kapcsolódó, és ugyanez a helyzet a termősnél is. Egy ülő, belette rögtön egy másik ülő, tehát ezért van két soronként találkozhatunk a kukoricát, kukorica csövön a szemtermésekkel, és tessék a zöld, a külső belső toklász, a sárga pejvelevelek, és akkor van egy nyéllel kapcsolódó medzőfüzérke, mert ezek fásodnak, ezek nőnek össze egymással, és ebből jön létre az a meder, ilyen elfásodott meder, amiben szemtermések ülnek. Ha leborzsoljátok a kukoricát és száll a pernye, az azért van, mert ez az összenövés nem sikerült tökéletesen. Tehát van a szemtermés, lehet a árpát visszahoztam, mint áltermés, toklászos áltermés, és ez is előkerül a gyakorlaton attól, remélem. Ez pedig az átok tüske, a centrusz,
ahol pedig képzeljétek el, hogy az egész füzérke a belvelemelekkel együtt gyakorlatilag egy kétvirágú szem átermés áldozatot alakít ki. Tehát még ilyen is van a bázisüzemnél. Ez csak a változatosságuknak az igazolására hoztam, hogy milyen hihetetlen változatosság lehet a kukorica esetében, sőt, ez az egyik kedvenc szem, ahol nézzétek meg, az egyik, tehát minden szemtermés szinte más színű, tehát ez valami tényleg nagyon, nagyon érdekes, izgalmas, és akkor ha visszatérünk ugyanez a képhez, most már talán remélem, hogy jobban felfedezitek azt, hogy a háttérben meghúzódó, nem túl látványos szarvasbangó előtt, ugye? Szarvasbangó előtt itt van ez a csodálatos buga virágza, ugye? A Festuca pseudovina, éppen virágzás előtti állapota. Ezen a képen egy kicsit jobban lehet látni, tehát mint az előző, az előzőt azért is és szeretem jobban, és hát még egy diát beszerettem volna tenni, de akkor majd azt a másikban meg tudom mutatni. Hát ezekkel a csodálatos pázsit füvekkel szeretnék a társaságnak kellemes március 15-ét, nagyon boldog húsvét ünnepeket kívánni, mert nem találkozunk azóta, legalábbis az előadó keretei között itt jön a Láposi Réka és a Pap Viktor kollégám, tehát kellemes húsvéti ünnepeket is kívánni, úgyhogy köszönöm szépen! Ilyenek, tehát azok, tehát én tudom, hogy igen, ó, hát várjál, hát